Brazíliában utoljára 1986-ban járt a Tanya Színház. A helyiek szerint most ugyanakkor a lelkesedéssel várták a társulat érkezését, mint közel 40 évvel ezelőtt. A szalmabálákon ülő nézők közül többen még emlékeznek az első előadásokra. Sokat jelentett, mert nekünk ilyesmi nem volt. Mi színházban nem jártunk, mert nem is olyan helyen éltünk, még nem is volt alkalmunk. Ezt nagyon szerettük, meg el is vártuk, csak mikor vége szakadt, akkor ennyi volt. Most meg a hírügyütt, hogy megint elérkezik mi hozzánk a Tanya Színház, hát nagy lelkesedéssel vártuk, tényleg. Nekünk nem csak az a feladatunk, hogy nekik játszunk, hanem hogy értük játszunk. Aranyosak voltak ezek a fiatalok is. A Frigyes megint, ő már erő, gondolom, hogy innen származott, meg minden az embernek olyan jó, mikor ennyi idő már most elmúlt, és akkor mikor ilyen ismerős arcot lát meg. Szinte teljesen megtelt a mintegy 100 lakost számláló Brazília közösségi épülete előtti tér. A helyeken kívül a környékről is érkeztek nézők. Tetszett a hangulata, tetszett, hogy fiatalok a színészek, tetszett, látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik az egészet, és akkor ez nagyon szimpatikus. A Tanya Színház idén ünnepli 45. születésnapját. Útkeresők címmel készült produkciójuk Petőfi Sándor művein, naplóbejegyzésein, levelein és a kortársai róla szóló művein alapul. A Tanya Színházba visszatértek az alapítók, Kovács Frigyes színészként vett részt az előadásban, Hernyák György pedig rendezőként dolgozott a fiatal színészekkel. Számunkra ez hatalmas megtiszteltetés, és ez egy külön élmény volt a fiataloknak is, hogy megtapasztalhatták, ha más nem részben, azt a 45 évvel ezelőtti történetet Morzsáiban, hogy az hogy nézhetett ki. A Tanya Színház turnéja ugyan ma Kavillón lezárul, de a tervek szerint a társulat még játszani fogja az előadást. Ősszel Magyarországon vendégszerepelnek az útkeresőkkel.